felújítják, modernizálják, így az új kihívásoknak is megfelel majd a Szabó Magda közösségi házban található könyvtár. Az elhasználódott könyveket leválogatják, selejtezik, majd az átalakítást is megkezdik. Falat bontanak, nagy közösségi teret alakítanak ki, mintegy 5,5 millió forintnyi forrásból. Az összekezdődő beruházás még az idén befejeződik. Csatlakozott könyvtárunk a könyvtárellátó szolgáltató rendszerhez, röviden a KSR-hez, és egy teljes átalakuláson fog átmenni a könyvtárunk épülete. Felújítjuk, modernizáljuk és megpróbáljuk azt az áhított közösségi teret, ami a mai könyvtáraktól elvárható, kialakítani. Mit jelent az átalakítás? Tehát itt látom, most már azért rakják, pakolják a polcokra a könyveket. Igen, azért nekünk egy nagyon régi elhasználódott állományunk volt, ami igazából már elavult is volt egyben, és ezt elkezdtük leválogatni, hiszen mindenképpen csak azokat a dokumentumokat vesszük föl újra állományba, amelyekre valóban a mostani fiatalságnak szüksége van, és valóban elérhető legyen számukra. Ezt egy teljes leválogatás az elhasználódott könyvek selejtezésével indítottuk az évet, ami jelenleg is tart. Milyen fajta átalakítás fog itt végre menni a könyvtárba? Ugye ennek a KSR-es előírásnak meghatározott minimum négyzetmétere van, ami 80-100 négyzetmétert jelent, tehát a könyvtárunk belső terét teljesen át kell alakítanunk. Ugye itt van ez a könyvtári olvasótermünk, amely mellett van még egy kis terem, és ezt is át fogjuk adni a könyveknek. Tehát valóban ilyen falat fogunk bontani, és kinyitjuk egy nagy közösségi térré a belső épületünk részünket. Mekkora összegbe kerül ez az önkormányzat részére? Ez az önkormányzat képviselő testülete elfogadta és támogatta, 5,5 millió forintba fog kerülni ennek az átépítésnek a lebonyolítása. Felmerül a kérdés, hogy míg az átalakítás folyik, addig mi lesz a könyveknek a sorsa? Tudják esetleg használni az ide látogatók a szolgáltatásukat? Hát a könyvtári szolgáltatás természetesen nem, hiszen a könyveket be kell dobozolnunk, és azok átmennek a jelenlegi nagy termünkbe, ami egyben ugye házasságkötő terem is, és mi addig ugye nekünk dolgoznunk kell, és a munkának folynia kell, hiszen közösségi házként is üzemelünk itt a településen, addig mi átköltözünk a Laguna rendezvényházban, és onnan fogjuk folytatni a munkánkat. Mikor várható a beruházásnak a kezdete és a vége? Október elejére várható a beruházás kezdete, amely 2 hónapot fog igénybe venni remélhetőleg. Mondanánk azt, hogy karácsonyi ajándék. Hát én nagyon remélem, hogy karácsonyra meg tudunk nyitni. A mese-